Hónapot kívánok, hölgyeim és 2023. július 2-án vagyunk, a Kártalan Tóth Ipari. Itt a 7 óra híradó. Ez nagyon jó. Ez nagyon. Itt különböző ízű, színű sajtok vannak. Az úr az emlékeim szerint Ausztriából jár be. Hetenként minden alkalommal. Ez is jó. Igaz, hogy 2022 őszén találkoztunk, akkor az úr úgy nyilatkozott, hogy nem szívesen ad interjút, ebből de ma szeretnénk. Úgy nyilatkozott, hogy igen. Meg amit másodjára sportoltak. Itt már látom, hogy vásárok is vannak. Különböző ízekből kívánok vásárolni. Nagyon többet, mert nem tudok választani. Itt az úr, az eladó, itt sorba kínálgatja a sajtot, előbb-utóbb veszteséges lesz, mert szétosztja a finom termékeket. Legalább megismerjük a termékeket. Uram, ön honnan hozza ezeket a termékeket? Ezek igazi kézműves sajtok Ausztriában. Igen. Vorarlberg, Tirol. És minden alkalommal, minden héten itt minden megjel. Második héten. Minden második héten. És lehet arról szó, hogy bemutatkoznak? Ja, gyenge huba vagyok. Igen. És ön készíti. Hadicsel. Ja, hadicsel. Ön készíti ezeket a finom termékeket? Nem. Összeválogattam Ausztria a legjobb kézműves sajtjait. Ja, érte. Csak olyat, amit a multiban nem lehet kapni. Uh-huh. Igen. Van itt lyuk, kecske, zöme tehéntejből készül, ugye. És mennyi ideig érlelik ezeket a sajtokat? 6 hónaptól fel 3 évig. Ez például egy titkos fegyverem. Valamit elszúrunk a konyhába, ezt belereszeljük, ez mindjárt jó lesz. Aha, értem. Te vagy a főnök a sajtok? Medvecsalogató, mennyi legyen? Hát a fele. Ez egy 8 hónapos almamusban érlelt. Ez mit jelent, hogy medve csalogató? 8 hónapos almamusban érlelt sajt. Ó. Aztán van egy kis panzion kint Ausztriában, a hegyek között. Igen. Itt teszem az erkére, és ezzel csalogatom a medvét. És a vendégek nem félnek a medvétől? Azt mondom, csalogatom. Még nem jöttek, de csalogatni lehet. De emlékeim szerint 2022 őszén volt itt egy akkora sajt is, mint egy kocsikerék. Vagy nem jól emlékszel? Hát az pont 96 kilós volt. Tehát igaz. Eredeti, ementáli. Uh-huh. Ennek és? A teljes változata. És ma már gyönyörűen látszik az érlelés. Igen. És csillognak a lukak. Uh-huh. És ma már nincs abban egy egész sajt, hogy itt ez... Itt a zsebemben nincs. Itt a zsebemben nincs, értem, mert nem is férne bele. Igen, lehet. Körbenézek még. Egy gyönyörű álló van. Köszönöm szépen, uram, az interjút. Kérem szépen. Szerintem ez így oké.